Bámészkodás miatti balesetekre hívja fel a figyelmet a Magyar Közút videójában, ugyanis gyakran előfordul, hogy egy gyorsforgalmi úton, ha az egyik oldalon baleset történik, akkor a másik oldalon is belassul a forgalom a vezetés közben nézelődők miatt. Az így kialakult felesleges torlódások ugyanúgy balesetveszélyesek és rendszeresen okoznak koccanásokat, mint a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása. Az úthálózatunkon valami rendkívüli esemény jellemzően baleset történik. Nagyon gyakori vezetői magatartásforma az, hogy a balesetben nem érintett járművezetők nézelődni, bámészkodni kezdenek, semmiatt balesetveszélyes szituációkat teremtenek. A legjobb példa erre az, amikor egy gyorsfoglalmi úthálózaton történik az egyik pályatesten valami rendkívüli esemény, jellemzően egy baleset, a másik pályatesten lassítani, nézelődni kezdenek a járművezetők, sőt nem egy esetben a fényképezők számítógépeiken még felvételt is készítenek. Ez rendkívül esett veszélyes, hiszen indokolatlan lassítás történik, és emiatt rendkívüli fékezésre kényszerítik a mögöttük haladó járművezetőket. A hasonló torlódások és ebből kialakult balesetek elkerülése érdekében a szakemberek arra kérnek valamennyi autóst, hogy csak is a vezetésre koncentráljanak útjuk során. A közút mindenkit arra szeretnek érni, hogy aki nem érintett a balesetben, nem vesz részt a segítségnyújtásban, az ne nézelődjön, változatlan sebességgel haladjon tovább a mindenkori látás és útviszonyoknak megfelelően, a kresztáblák utasításai alapján, illetve megfelelő követési távolságot is tartson, kerülje el ezeket a balesetveszélyes szituációkat. Molnár István hozzátette, évente nagyjából 500-an veszítik életüket a magyar közutakon. Ilyen szituációból adódó baleset átlagosan 3-4 történik, melyeknek akár súlyos kimenetele is lehet, de ezek a számok egy kis odafigyeléssel jócskán lecsökkenthetők lennének.